Kiérkezésnél állapítottuk, hogy a gépjármű rádióantennája teljesen leégett, oda csapott be a villám. Teljesen leolvasztotta az 59 éves férfi autójának az antennáját a belé csapó villám. A fiával utazott az M6-os autópályán. Azt hitték, a villám melléjük csapott, az autó azonnal megállt, minden elektronikája tönkrement. Telefonon hívták a rendőrséget, két bátaszéki autópálya rendőr ért oda elsőként. Az akkumulátorról levettük a vezetékeket, majd a körülményeknek megfelelően, illetve hogy a szakadt az eső, ezért a gyermeket és édesapját azonnal beültettük a szolgálati gépjárműbe. Az autó utastere mérgező gázzal telt meg, ami a megolvadó kábelekből szabadult fel. Az egyenruhások ezért előbb kiszellőztették a kocsit, majd a bátaszéki autópálya rendőrségre szállították a fiút és az apját. Ilovai Erik azt mondja, semmi különöset nem tettek, csak végezték a munkájukat. Az összes kollégám nevében mondhatom, hogy minden nap minden szolgálatban megtesszük a lehető legtöbbet, hogy az emberek és az állampolgárok épségben hazaérhessenek, és ez történt most is. Az autó, amelyikbe a villám belecsapott, valószínűleg teljesen tönkrement, a benne ülőknek viszont így nem esett bajuk.